Sziasztok srácok, haladunk itt a munkával, látjátok már a blokk a helyén, ugye nem volt egy nagy történet rácsavarozni, látjátok azóta haladtam tovább, elkezdtem a csöveket is szépen finoman lépésről lépésre összerakni, ugye a két videókártyát rátettem a alaplapra, az SLI megoldást azt viszonylag egyszerűsítettem két csati közé, nagyjából 3-4 centi hosszú gumicsövet, PVC csövet pontosabban ugye beraktam, kicsit játszani kellett vele, ugye kicsik a távolságok, mindig azért egy picit bonyolult, és nagyon fontos, hogy ugye ne törjön meg a cső. Látjátok szépen így az íróasztalon milyen kényelmesen lehet szerelni ugye a alaplapot, és ugye a blokkokat szépen a csövekkel össze lehet kötni. Ugye megint nem kell görnyedni a gép fölött, ez egy óriási dolog. És látjátok, szépen próbáltam úgy megcsinálni, ugye itt fölülre is raktam egy radiátort. Ugye így a processzor és a videokártya, ugye amiből kettő van ráadásul, és még ugye látjátok ott vannak a, ugye a plusz blokkok, ugye az alaplapi blokkok. Tehát itt azért rengeteg dolog van, ami hőt termel. Ezért pluszban még beiktattam egy kis radiátort, ami nem csak abba segít, hogy ugye ott hűti valamelyest ugye a folyamatban ugye a vizet, miközben ugye a blokkok között jár a folyadék, hanem segített abban is, hogy valójában a csöveket szépen el tudjam helyezgetni. Úgyhogy szépen most ezt befejezem, aztán haladunk tovább, jön a radiátor alulra, és szereljük azt is. Itt is a radiátor, látjátok, hogy az alaplapot azt megcsináltam. És látjátok, ez egy 4-es, ugye ahogy beszéltük, hogy ez egy 4 ventis, 480-as LKXTX, tehát ez a legvastagabb 6 centis LK480-as Extreme radiátor. Két 90 fokos csatit rászereltem. Ugye egyik már benn van, most berakjuk közösen a másikat. És ezek jók, mert ezek olyanok, hogy rotációsok, tehát valójában forognak. Tehát miután befixáljuk, tud mozogni. Látjátok, itt tudom forgatni, tehát igazából kell egy kis játék a csőnek, hogy az meg lesz. És nézzük meg, hogy fér be a ház alsó részébe. Picit így meg kell billenteni. És már ott is van. Nézzetek még milyen szép. Ja, most kibeleztem teljesen a házat, látjátok, ezt a két ventilátort is ki fogom szedni idővel. SSD-t ide föl raktam egy ilyen tépőzáros megoldással, és látjátok a másik oldalon, hogy néz ki ugye ez a ház másik oldala, hogy néz ki a radiátor, ugye itt már a csövet rá is húztam, és amit most mutattam nektek, hogy ez a coolance gyors szétválasztó csati, ugye erről már volt szó, és ugye ezt az LK tartályt ide előre fölraktam. Ugye vannak opciók még tartályra, ez megpróbáljuk először ezt. Ugye ez egy ilyen kombó tartály, amiben van az LK2.2-es pumpa is. Meglátjuk, mennyire lesz jó, mennyire nem lesz jó. Ugye vannak alternatív megoldások. Lehet, hogy aztán a cső tartálynál maradok. Nézzétek meg, ez a coolance gyors szétválasztó csatét, ezt javaslom mindenkinek. És ezek a legújabbak, ezek nagyon jók, tényleg. A régiek azok ették a gumitömítést folyamatosan, de ez a mostani az nagyon jó. És próbálom a kamerát beállítani egy pillanat. Megmutatom nektek, hogy lehet szétválasztani. Ugye egy vízhűtésnél kicsit olyan, mint a hegymászás. Fölfele, ugye a hegymászónál is könnyebb mászni, mint lefele jönni sokszor. Úgyhogy ennél is jobb vízhűtésnél is sokszor ugye föltölteni vízzel az az egyszerű folyamat, de amikor utána szét akarjuk szedni, az egy bonyolult dolog, tehát a vízhűtésnél ezért érdemes kétszer átgondolni, hogy na majd oké, ha tele van folyadékkal, és esetleg gondoljatok bele, mindenféle színes folyadékot beletölt az ember, hát nem mindegy, hogy hova folyik, és hogy folyik az a zöld, vagy az a piros folyadék, és mennyire egyszerű az eszközöket szétszedni, vagy esetleg videokártyát akartok cserélni, vagy esetleg a processzor hűtőt, blokkot akarjátok kicserélni, vagy valami bármi gond van, esetleg a videokártya
meghibásodik és szét kell szedni a rendszer. Tehát nem, nehéz azt mondani, hogy összerakom, azt 3 évig nem nyúlok hozzá. Tehát ez ritka. Bármi lehet. És ne, ilyenkor nagyon jó, hogy vannak ilyen gyors szétválasztó cuccok, amivel szét lehet szedni az egységeket viszonylag könnyedén, és nem az, hogy egyszerre kell mozgatni az egészet. Úgyhogy most látjátok, ami most jön, leraktam a kamerát, mert itt az alaplap, totálisan felszerelve, és most szépen föntről be fogom csak ide tolni. Úgyhogy elnézést, de egyedül vagyok, most ezt így tudom megoldani. És szépen alaplap előkészítve, helyére csúsztatva, látjátok. Hogy a cső az itt alulról jön, már csak rá kell kötnöm magára a processzornak a kimenő ágára. Meg a másik oldalt össze kell kötni a tartállyal, és ugye látjátok az üres helyet a videokártyán, oda megy majd rá a tartályról a cső. Tehát igazából elő van ez már készítve. És hát ugye most akkor, mielőtt áram alá helyeznék bármit, egy kicsit elkezdem föltölteni folyadékkal, és akkor utána pumpával majd beszippantatjuk a folyadékot, és akkor tudunk majd folyamatosan tölteni rá. Látjátok, ez a Mayhem's Aurora, zöld színű, gyönyörű, ilyen sejmes lesz. Majd kíváncsi vagyok, milyen lesz, ha elkészül. Na hát elkezdtem tölteni, viszont csöpög. Úgy néz ki, valami nem stimmel. Ajaj, valami nem stimmel itt a tartály körül. Úgyhogy, hát ez szívás. Igen, hát tartály, képzeljétek el, gyárilag hibás volt, alul folyott ki a cucc, úgyhogy ezt ki kellett cserélnem. Úgyhogy következő videóban mutatom, hogy mire. Sziasztok!